úgy néz ki, mint a másik megjelenésében, hanem jelentés tartamában is. Ami azt jelenti, hogy ennek az a jelentése, hogy a turul népek összefogásának jelképe. A turáni népek összefogásának jelképe. Ez pedig az észak-amerikai indiánok összefogásának jelképe. Ami nagyon fontos, madártanilag, ornitológiailag, mind a kettő ugyanannak a havasi sólyomnak, vagy keresen sólyomnak, mert a havasi és keresen sólyom az csupán magnitúdóban, nagyságban különbözik, de ugyanaz az állatfaj. Tehát gyakorlatilag egyik se élt Magyarországon, a Kárpát-medencébe, azt is úgy hozták be, egyik se élt Amerikába, és érdekes módon mind a két népnek ez az ősi legszentebb jelvénye. A turulmadár és a mennydörgésmadár. Jelentéstartalma, ornitológilag, morf, mindenféleképpen ugyanaz. Ezen kívül, a turulmadáron kívül egy-két szimbolikus jelet, tényleg ne az egészet, egy-kettőt, amely az ön számára igazán megragadó volt ott tanulmányozva ezeket az indián törzseket. Hát ugye az egyik legfontosabb dolog, és ezt főleg azok tudják, akik katolikusok, de azért a protestáns testvéreink is emlékeznek rá, hogy valamikor himnuszként nem a Kölcseiféle Erkel által megzenésített himnuszt énekeltük, hanem a Boldog Asszony Anyánk volt a himnusz a magyaroknak. Ez nem véletlen, mert az ősi időtől kezdve a Boldog Asszony, az eljövendő mesiásnak a leendő anyja, a Boldog Asszony, az megvolt a mi ősvallásunkban. És ugyanezt a Boldog Asszony, a Happy Lady-t, ami angol folytásban Happy Lady, az Boldog Asszony. A Boldog Asszony a pontos mai kiejtésben Buassa, az indián nyelven. Buassa, indián nyelven, Buassa. Tehát a Boldog Asszony, most akkor nem akarok itt sumérkodni, de ott is a buasz, tehát majdnem ugyanaz. Lényeg az, hogy ez egy megdönthetetlen bizonyíték, mert a Boldog Asszony a magyarok magukkal hozták, és igaz, hogy Istvánék idejében, a nyugati kereszténységre térésben azért sok mindent leállítottak, az ősi vallásban sok mindent letiltottak. De ezt az egyet Szent István nem engedte. És éppen Gellérten keresztül, Szent Gellérten keresztül még a pápával ezt megkapták, ezt az engedélyt, hogy a magyarok, egyedül a magyarok, még most is, és az indiánok is megkapták, hogy mi mondhatjuk, hogy a boldogságos Szűz Mária, Krisztus anya egyenlő a Boldog Asszonnyal. Ezt semmilyen más népnek nem adták meg, ezt az engedélyt, hivatalosan a Róma által, csak ennek a két népnek. És ma is a legnagyobb Mária tisztelő nép nem a magyar, az csak esetleg a második, az indián. Ők azok, akik a mai napig is millió és millió számba a legnagyobb Mária tisztelők. Ez volt a teológiai része. Jöjjön akkor a nyelvészete. Hát a lingvisztikai dolgok olyanok, hogy először ez egy véletlen volt, hogy egy takarító nő a házunkban, mi nem tudtuk, hogy indián, illetve egy Dakota indián volt, és magyarul beszélgettünk a feleségemmel. És odajött könnyes szemekkel, és elmondta, hogy ő nem szereti zavarogni, és tényleg mindig figyelmes volt eddig, de most az egyszer kénytelen idején is azt mondja, hogy folytassuk ezen a gyönyörű ősi nyelvén, a Dakota nyelven a beszélgetést. Ő nem egészen, nem pontosan érti, mert még olyan kicsi lány volt, egészen csöpp kislány volt, amikor elkerült az indián Dakota földről, és azóta már eltelt, ez 50 éves asszony lehetett, rengeteg idő, soha nem találkozott így a népével, a férje is egy ír származású, és ő angolul és franciául beszél. De még gyerekkorából érzi, hogy ez a ragozó nyelv, ahogyan forgatjuk és változtatjuk a szavakat, és ahogyan beszélünk, ahogy hangzik, ez az ő édes anyanyelve. És érti, hogy mit beszéltünk, na, mondtam, mit? Szóval nyugodtan menjenek el, majd én bezárom az ajtót. Na, arról beszélgettünk, hogy elmennénk kirándulni, de egy kulcsunk van, hogy hagyhatjuk itt a takarítónővel a kulcsot. És akkor később próbáltunk még 5-6 ilyen dolgot, mindig visszamondta az értelmét, és akkor azt mondtam, most itt az idő, elindulok. És az első dolgom az volt, hogy egy
indián óvodába, első osztályban, nem óvodába, ahol tanulták az egyszer-egyet, ott benyitottunk édesapám, aki véletlenül éppen nyelvész és történész volt, és ő is elkísért engem, akkor volt kint, és abban a pillanatban nyitottunk be, mikor a gyerekek azt mondták, hogy 2×2=4. Az egyszer-egyet, de nem csak mondták, hanem ugyanúgy, ahogy mi, egész egyszerűen egy dallamra, hogy skandálták, hogy mi is azt mondjuk, hogy egyszer egy az egy, kétszer egy az kettő, így tanultuk az iskolában. Ők pedig így mondták, hogy így most tessék figyelni, kettő, kettő, hecsen, toppa, kettő, kettő, hecsen, toppa. Édesapám abban a pillanatban kiugrott, és kiszaladt, és az én... Amikor kijöttünk, és szégyeltem magam, hogy mi történt, apám csak úgy ott hagyta a termet, és akkor láttam, hogy a fűben, az új nadrágjában jár, négy kézláb, és ma a klorofil már befogta a lábát, és mondja, hogy kettő, kettő, egy centop, azt mondja, nem érted, édes fiam? Hát ez magyar ősi beszéd. A kettő, kettőt, az, ugye hát a kettőt, az, ugye rá is lehet érteni. De aztán megmagyarázta, hogy az a lecsen, hecsen, az, hogy őt még a Szenyéri Somogy iskolájában 1910-ben, mert ő 4-ben született, még a tanítója úgy tanította, hogy 2×2=4, nem ám úgy, hogy 2×2=4, azt csak az első világháború után csinálták ezt a buta dolgot, és azt mondja, hogy mindig eltörött, úgy érezte, hogy eltörik a nyelve, mikor mi mondtuk az iskolában, hogy az 4, hanem az a szép, hogy 2×2=4, és így, ő így tanultam még. Utána sok 90 éves embert hazajöttemkor megkérdeztem, és egy hangúan vallották, hogy valóban így tanították a magyar iskolában. Mi az a topa? Az az érdekes. A topa az a szinoním szava a négynek. A Kazincik idejében még éppen úgy használták a négyre, mint mi ma. Ahogy azt mondjuk, hogy négy. Elég baj, hogy sokan. De ma is értjük, hogyha ha valaki egy két lábról, négy kézlábra esik le, akkor az egy topa ember. A négy lábba állat a topa, ugye? Tehát a topa, mint négy. Tehát azt jelenti, 2×2=4. Többek között. És már itt a szorzó táblánál a zenei részt is hallottuk. Hát a zenére azért van egy sokkal szebb is, és az az érdekessége, hogy egyben a szöveget is meg lehet magyarulni. Hát ha megengedi, akkor azt így eldalolom azt az egyiket. Ugye, amikor először volt olyan szerencsém, hogy indián tábortűzhöz odaülhettem, akkor fölállt a tábortűz vezetője, és ugyanúgy, ahogy ma is minden keresztény pap áldást ad, fölemelte a kezét, és így kezdett énekelni. Most én leengedem, de ő végig föntartotta. Így hangzott. Rakattuja dizet, ilja füsti hezod, rakattuja dizet, ilja füsti hezod. Vakonda détpa, at műnek a tonne, vakonda détpa, at műnek a tonne. Na most mi ebben az érdekes? Az én áldott emlékű igazgató bácsim, Schneider Lajos bácsi, aki a leghíresebb gyűjtők közé tartozott Magyarországon, együtt járt Kodálya Bartókkal és Bárdossal gyűjteni, és éppen Baranyában ő gyűjtötte leginkább a népdalokat. Mohács környékén gyűjtötte össze a Megrakják a tüzet, ugye, megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Ezt tanította meg nekünk. De hozzáfűzte, gyerekek, ez egyrészt ősi pentaton, az egyik legősibb, de kettőt tudok róla mondani. Az egyik az, hogy valami sántít a szövegével, mert ha megrakjuk a tüzet, akkor az biztos eredeti ősi Istenhez szóló vagy hála, vagy könyörgés volt. És itt ebből utána szerelem. Ez a dal egy transformáció, átjutott az első transformáción, amikor Szent Istvánék után nem volt szabad a régi hitvilágról énekelni, hanem akkor mégiscsak akarták énekelni az emberek ugyanazt a dalamat, és lett belőle szerelmi dal. De sok dal átjutott egy második transformáción is, amikor jött a prűt
középkor, és nem volt szabad többé már szerelemről se dalolni. És mit tettek akkor? Virágokról énekeltek. Akkor keletkeztek ezek, hogy eljött ez a szeljes társú szarkalát, kincses majorán. Akkor lettek ezek a úgynevezett virágdalok. Na most ez csak az első transzformáción esett át. Igen ám, de azt is tudjuk, azt is mondta, hogy nincs vége a dalnak. Ennek kell egy befejezése legyen. Most jön az érdekes dolog. 10 000 kilométerre odébb hallunk egy dalt indiánoktól, amelyikről tudjuk rekonstruálni, hogy a miénk hogy volt. Úgy megy tovább, hogy Vakonda détpa, atmőnek a tonne, Vakonda détpa, atmőnek a tonne. Ez hiányzott be, ezt elfelejtették már. De nem csak ez hiányzik, hanem ott megvan az eredeti szöveg, mert ott az van, hogy rakattu ja dizet, az azt jelenti, a rakattu, TTU, az a múlt idő, még most is tudjuk, még most is érezzük, tehát megraktuk a tüzet, ja dizet, a tüzet, illja füstihez, ott illik száll a füsti, csak Mohácson nem mondják, hogy füsti, de ha átmegyek csónakkal a másik oldalra, a Mohácsi szigeten, már azt mondják, hogy nem a füstje száll a kémének a füsti, még a mai napig is. Tehát száll a füstje hezott hozzád. Mit jelent? Megraktuk a tüzet, száll a füstje hozzád, ugye ez van az elején, és mi van a végén? Azon, hogy Vakonda détpa atmőnek a tonhe. A Vakonda détpa, azt tudjuk, hogy a Vakonda az a nagy szellemet jelenti, az öreg istent jelenti. Amit magyarul öreg Isten. Ugye a Krisztusnak az atya. Tehát öreg Isten apánk, ősapánk, mert a détpa, a dédapa, mai napig is détpa, öreg apa. Détpa atmőnek, a TTT, mind a két D, att, hogy ad felszólító mód, kérő felszólító mód, atmőnek, mi nekünk. A halotti beszédben ugyanez a szerkezet van a mai napig is. Mő atmőnek átonhe. Hát az átem, az a magyarok által a világ minden nyelvébe adott szó, az a lehelet, a szívás, a léleknek a kifejezése, és átvitt értelemben pedig a szellem. Tehát azt jelenti most magyarul ugyanazt, amit minden magyar tisztességes lelkész vagy pap, amikor tanácskozunk, azt mondja, hogy megraktuk a tüzet, száll a füstje hozzád, nagy szellem ősatyánk, küld el hozzánk szent lelkedet, mármint hogy bölcsen tudjunk tanácskozni. Tehát ez egy tanácskozás előtti kérő ima volt. Ismét érdekes gondolatokat hallottunk. Térjünk át egy picit, két kérdés erejéig legalább a jelenbe. Ott kanyarodtunk el, ott hagytuk abba a beszélgetést a múltban, hogy hogyan élnek napjainkban az indiánok. Mit tapasztalt? A napjainkban az indiánok a nem beavatott ember számára gyakorlatilag ugyanúgy élnek, mint a fehér emberek. A hétköznapi öltözködésük, viseletük ugyanaz, mint nekünk. Egy kicsikét jobb autóval járnak, mint mi. És van, amelyik a gazdagabbaknak még szebb házaik vannak, de az átlag viszont egy árnyalattal szegényebb. De ez nem jelenti azt, hogy valamiféle nagy elmaradottság, vagy nem tudom, mi lenne. Mégis azonban a rezervátumba kényszerített indiánok saját hibáikon kívül relatív szegénységben élnek, de ez a relatív szegénység, nem tudom, hogyha én most 2006 Magyarországát összehasonlítanám, hogy szabad-e azt mondanom, hogy szegénységbe, de relatív szegénységbe élnek. Ugyanakkor azonban ez a nép két dologba csodát művelt. Ezt a népet kiirtották. Szinte teljesen. A cél az, ugye sok száz éven keresztül irtó háborút folytattak. Nem a németek találták ki a holokausztot, a koncentrációs táborokat, az indiánokkal ugyanezt művelték már évszázadok előtte. És amikor ők, az eredetileg 2,6 millió indián, én most csak Egyesült Államok és Kanada indiánjáról, Észak-Amerika indiánról beszél, 2,6 millió volt, amikor jött a fehér ember. Ezt 1906-ra 240 000-re kiirtották, csak 240 000 ember maradt.
azért íródott aztán az a könyv előtte, az a bizonyos utolsó mohikán, mert megjósolták, hogy 1920-ra már egy indián se lesz.